Sziasztok újra a Kripto Akadémián, a mai videóban bitcoin foglalkozunk, mint ahogy szokásosan, ethereum és két másik altcoin az egyik a NIR, a másik a Dogecoin. Kezdünk is hamarosan, maradjatok velünk! A mai videót a Primex BT szponzorálta, emetős, de lehetővé teszi, hogy kriptóval, pontosabban USDT-vel hozzáférjünk, illetve tradálni tudjunk hagyományos piacokon, legyenek azok devizák, indexek, vagy akár nyersanyagok. Györfi András és az én videóimban is gyakran megjelennek kódok, amikkel kereskedési tőkéhez is juthattok, ha regisztráltok meghívó linkünkkel, melyet nem találtok a leírásban. Egyelőre tartjuk a korábban mondottakat, ugye rangelünk, feltehetően még pár napot el leszünk még itt, majd most mikor jönnek ugye az ünnepek, erősen valószínű, hogy a vékonyabbak lesznek az orderbookok, -ok. így könnyebb lesz rángatni az árfolyamot bármely irányba. Jelen pillanatban immár fontos lenne nekünk az, itt BTC-nél, beállják az egy órásba, hogy az árfolyam már ne nagyon essen a range közepére. Várjatok itt egy gyors magyarázatot, még mutatok itt a range kapcsán. Szóval a range azt úgy kaptuk meg, hogy minden egyes alkalommal az a range aljunk, vagy a tetünk, az az első wicknek viknek az alja, vagy teteje. Uh, ugye, ez, ugye az, hogy az elsődleges leszúrásunk volt, ez nekünk a range -nek az alja és a range a tet teteje az uh, szerintem az ő. Nagyon sokan idehúzzák, igazából mind a kettő működik, én szeretem az első komolyabb, az első viket behúzni, mint range a teteje, szóval ugye, mint ahogy azt beszéltük, itt kettő között el vagyunk azóta is. Itt nekünk jelen pillanatban nagyon fontos lenne az, hogy uh, range, közép, alá, immer, ne zárjunk. Szóval, hogy ez a range, range nek ugye a közepe, ez tegnap nekünk megfogta az árat, ahonnan ismételten fordult az árfolyam, jelenleg ez itt ellenálláson vagyunk. Ugye nekünk, mint ahogy azt mondtam, nagyon fontos lenne, hogy range közép alá nem menjünk, ez itt van 41.800 környékén, azért nem, mert hogyha bezárunk range közép alá, akkor már harmadjára fogunk itt találkozni, ugye itt a Range aljon, ami igazából egy inkább egy medvésebb a szerkezet struktúra kezd alakulni. Uh, el tudom még mondani itt a uh, range teória kapcsán, hogy az nekünk nagyon is lenne, uh, ugye ezekkel ellentétben, hogy range közép és range tető között kompresszáljuk ugye az árfolyamot, Szóval még egyszer ezek számok szerint Ez 41.800 és 43.200 dollár közötti árfolyam mozgást jelenteni a Legrosszabb esetben beleférne még egy order block uh, visszatest Ugye itt range alatt, viszont a tényleges zárás ez alatt szerintem már csúnya lenne Viszont ameddig ez nem következik be Ugye az alelzárás szerintem még mindig jók vagyunk A high time frame szintjeink ugye 38 ezer dollár és 48 ezer dollár nem változnak. Ebből a rangeből való kitörésnek szerintem ez a két célpontja, ugye mondta, hogy mondtam, szerintem marad változatlan, Ethereum egy picit veszélyesebb, de túlon túl rossz, legalábbis még. Előző videómban próbáltam langolni picivel feljebb, ugye azt hiszem valahol itt, de ez egy sikertelen próbálkozás volt. A vergődés van, hazóta is. ez is rangel, én szeretném azt hinni, hogy ez majd itt nekünk egy bika zászló lesz. De talán hasznosabb, hogyha adok egy kis SMC magyarázatot, Smart Money Concept. Uh, ugye az aljunkat ismerjük itt 2120 a, uh, Ez az aj uh, ugye volt olyan erős, hogy a medbés med order blokkunkat itt későbbiekben visszatesztelje. Szóval nekünk ez a jelenlegi aljunk, és ugye a jelenlegi csúcsunk, uh, és ugye az utóbbi csúcs óta mi szépen lassan csordagálunk lefele alacsonyabb csúcsok sorozatában. Viszont egy picit bejebb nagyítok még egy picit, és ahogy az látható, két nappal ezelőtt az árfolyam elvitte, ugye ezt az aljat egy SFP keretében, ami nekünk egy bullish esemény, Pusztán nem csak azért mert hogy egy SFP-vel zárt és onnan fordult az árfolyam, hanem azért, mert onnan ez az árfolyam csinált egy change of character egy market structure break egy új csúcsot, amivel tulajdonképpen itt invalidálta a medvés lejtmenetet. In tulajdonképpen ettől a ponttól fogva mi kvázi struktúrában a bikásak vagyunk, hiába jön le az árfolyam, mert hogy ez ismét a bikás és pozitív, hogy nekünk itt van egy magasabb csúcsunk, ugye ezzel az order blocknak a, a, a magasabb baljunk, ezzel a order blocknak a visszatesztelésével, Szóval az Ethereum itt abszolút kompresszióban van, a, ugye jelenlegi csúcs itt 2.250 és jelenlegi aj 2.145 között. A, jelen pillanatban ugye Ethereum is itt a, kezd ellenállás alatt lenni. A következő mozdulatban nem vagyok teljesen biztos, de szerintem gondolkozhatunk azzal, hogy rangelink tovább szóval elvisz még ugye ezt az order blokkot és akkor talán esetleg uh, még egy érintetlen order blokkot is tesztelünk lentebb nem tudom, igazából kettő köz rangerünk, megnézzük, hogy ebből mi lesz majd később az egészen biztos, hogy ugye ameddig nem csinál új aljat, vagy új alacsonyabb aljat az árfolyam addig mi igazából szerkezetileg bikásak vagyunk ez az egész egy nagy pingpong srácok range sokkal eredményesebb az ember, ha csak skalpolgat Uh, ne itt próbáljunk meg swing Aztán egy másik token, ami szerintem még mindig erős, ez a NEAR token, amivel szerintem itt ideálisan lehet kereskedni a Primex BT-n, avagy nyilván bárhol máshol, szokásos módon kezdjük itt az elemzésünket uh, valami high time frame uh, szinttel, legyen az havi, vagy heti grafikon. Én itt most a hetes nyitottam meg, és én hetesen szépen szerintem ki tudom venni azt, hogy itt van egy gyönyörű érintetlen szintünk, illetve az idei csúcsunk is érintetlen még, vészesen uh, közeledünk hozzá, de még mindig érintetlen. Szóval ez a két szint az, amivel szerintem mi tudunk számolni itt a uh, talán közeljövőben. Uh, a na nagyítsunk is vissza, talán itt a 4 órás nekem működőképes lesz, igen, tökéletes. Uh, nem kell sok ahhoz, hogy elvigyük az idei csúcsot, valószínűleg mire a videó ez már uh, ki fog kerülni, addigra már lesz uh, elviszi. Viszont <coughs> látok én itt még lehetőségeket, de előtte még magyarázok. Szóval én itt látok itt tök szép range -et. az lesz nekünk a range tetünk, ez lesz nekünk a range aljunk. Az itt kivehető, hogy így elvitt a range aljat, uh, ahonnan az árfolyam visszonyerte uh, visszanyerte a range -nek a közepét, és onnantól uh, elkezdett ralizni fölfele. Um, szóval itt jelen pillanatban kettő opciót látok vásárlásra, illetve hogy belépünk a pozícióba. Egyrészt lenne a range tetőnek a visszatesztje, illetve a rosszabb esetben, a ah, mondjuk kérdéses, hogy mi a rosszabb eset, a rosszabbik esetben az order uh, bookunk is érintetlen, amit itt magam gőtt hagyott 2,5 dollár környékén. Uh, ami még itt nekünk nagyon fontos, hogy tudjátok, hogyha visszaérkezne itt az order alázárna, akkor ez egy rossz trade lenne, ez lesz nekünk konkrétan az invalidációnk is. Szóval tévedtem, jobbik esetben megkapjuk a order -nak a tetejét, és akkor megcélozzuk vele ugye a hetes szintünket, és az invalidációnkat is tudjuk. Szóval szerintem a tradünk az valahogy így néz ki. Uh, ami szerintem egy eredményes setup lehet, esetlegesen uh, ezt lehet érdemes majd alertezgetni és uh, figyelemmel követni. Oké, és hoztam végezetül, előző videónkban volt róla szó, vásárlásokkal még egy picit bizonytalan vagyok, uh, de nem feltétlenül rossz az, amit látunk. Day trading alapján szerintem használható az az SFP, ugye ez, amit uh, korábban prediktáltunk. Ugye az előző videóban beszéltünk arra, hogy a 9 dolláros, 9 centes szintünk alá be fog bukni az árfolyam. Jelenleg is azt teszi, vagy ezt megtette és jelenleg itt próbálja a 9 centet így sikeresen visszaszerezni. Viszont Uh, még itt talán egy picivel korábban vagyunk, én jelöltem három kulcs szintet, uh, mi ezeket fogjuk használni range-ként, szóval ő lesz nekünk a range aljunk, ugye ez a 9 cent, a range tetőnk, hát közel 11 cent, 10 cent, 10,7 centre lesz szó, illetve a range közepünk, majdnem uh, kerek 10 cent picivel alatta vagyunk. Még egy picivel jobban belenagyítok, hogy uh, lássuk, hogy mi a helyzet. Itt engem még egy picit aggaszt itt a gyertyák szerkezete, az a helyzet, hogy én itt még belelátom azt, hogy uh, még meglátogatjuk ezt az order blokkot, bocsánat, uh, itt lejjebb, és akkor látok esetlegesen egy setupot, hogy ezt elvisszük, akkor lenne nekünk egy jó kis belépünk, hogyha ugye visszateszteljük ezt az order blockot, majd az árfolyam instant visszaszerzi a 9 centes szintet, és akkor mi itt nézhetünk belépőket, és akkor használhatjuk, ugye a korábban beszélt SFP-t, mint invalidáció. És akkor ugye nyilván nyilvánvalóan ezekkel meg lehet célozni korábban rajzolt szinteket. Szóval, akkor még egyszer, ideálisan nekünk azt kéne látni, hogy az orderbookot még egyszer visszaszedi onnan szerintem az árfolyam el fog egészen a korábbi csúcsunkig. Itt ugye váltani fogjuk a struktúrát, ugye csinálunk egy új csúcsot, és akkor egy visszatesztnél lehetne még rápakolni, és akkor nézhetünk fentebbi árakat. Dóst én szerintem valahogy így közelíteném meg, mindenféleképpen itt ezt a 9 centes range aljat kell nekünk majd vizsgálni. Ez lesz szerintem az a lehetőség, ami nekünk a ajtót fog nyitni. Nos, a mai videó az ennyi lett volna. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Találkozunk a csetten, illetve még a héten még egyszer egy videó formájában. Sziasztok!